A földközi tenger vízhőmérséklete egyes napokon elérte a 30 Celsius fokot ezen a nyáron. A tudósok szerint a Barcelonától Tel Avivig, a francia Rivierától az észak-afrikai partokig terjedő vizekben 3 és 5 Celsius fokkal magasabb a vízhőmérséklete, mint ami az év ezen időszakában megszokott. A szárazföldi hőhullámok elősegítik a tengeri hőhullámok kialakulását, majd a kettő egy ördögi körben egymást táplálja. Már látjuk a következményeket. Gyűjtjük az adatokat a földközi tenger különböző pontjairól, például Majorkáról és Szardiniáról. Egyes fajok tömeges pusztulását látjuk már most is, mondja a Barcelonai Tengeri Tudományok Intézetének kutatója. Korallok, tengeri szivacsok és algák tűnnek el, de a tengeri hőhullám érinti az akvakultúra létesítményeket, például a kagylófarmokat is. Pontosabban fogalmazva, a tenger alatti és feletti hőhullámok következményeit látjuk most. Egy tanulmány szerint 2015 és 2019 között a tengeri hőhullámok közvetlen következményeként tömegesen pusztultak el tengeri állat- és növényfajok. 1982 és 2018 között a tenger hőmérséklete évtizedenként 0,4 Celsius fokkal emelkedett. Éves szinten az elmúlt évtizedben mintegy 0,5 Celsius fokkal, és a lassulásnak semmi jele.